Színpadkép. A darab díszlet nélküli üres térben játszódik. Csak a színpad előterének két oldalán áll egy-egy magas bárszék, felettük fogason gazdagon kidolgozott, földigérő indián fejdísz függ. A színpadkép a darab folyamán legtöbbször sötétkék színben úszik, mintha a tengerélő világát látnánk kavarogni magunk előtt. A szereplők öltözéke lezser, ruhadarabjaik napjaink kultúráját tükrözi. Kockás ingek, rövid, rojtos farmerek, feliratos pólók, tépet felsők színes kavalkádját látjuk a tánckaron. Egy elem azonban megegyezik öltözékükben, testhez álló, testszínű harisnyákat és felsőket viselnek, melyeket tetoválásokat idéző minták borítanak. Sokuk térdén fekete térdvédő látható, lábukon kényelmes tornacipő. A két főszereplő, Eszter és József kosztümje, bár lényegében nem tér el a többiekétől, valamivel mégis egyszerűbb, letisztultabb. A lány vörös újatlant, valamint azonos színű sortot és jackit, a fiú világos színű kapucnis pulóvert és egy hosszú, oldalzsebes, terepszínű nadrágot visel. A bíró Puskás Tivadar által megformált karaktere többek között fekete öltönyben, fehér ingben és sötét színű nyakkendőben van jelen a darabban, míg Beverly, Szabó Márta, a táncosokhoz hasonló jelmezt visel. Testszínű aláöltözete felett rövid, kékszínű farmer és egy fekete bőrmellény látható. Kosztümjével a kígyót alakító Horvát Margit is kitűnik a tömegből. A zöld, földigérő, könnyű anyagból készült, előnyitott szoknyában végződő ruha mélyen dekoltált, melynek szegélyét számos kitűző díszíti. A darab folyamán a fények, valamint a szereplők öltözékének változását jelezni fogjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Sok szeretettel várja Önöket az akadálymentes előadáson, az AKU Egyesület nevében, Petes Ágnes.